Köszöntöm nézőinket! Júniusban benyújtották a nukleáris létesítési engedély iránti kérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Novemberben megkapták a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal villamos létesítési engedélyét. A felvonulási terület számos építménye is megkapta az OAH építési engedélyét, ezért elkezdődtek többek között az erőmű beruházási központ kivitelezési munkálatai is. Fontos események és eredmények a 2020-as esztendőből a Paks 2 projektben, hogy milyen évet tudhat maga mögött és milyen tervekkel indult az új évben a projekt, erről beszélgettünk Süli Jánossal, az atomerőmű beruházásért felelős miniszterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek és mindenkinek, aki lát bennünket. Éves áramfogyasztási rekord nem született 2020-ban, de például novemberben közel 5%-kal fogyasztottunk több áramot, mint 2019. novemberében. Hatással volt a koronavírus járvány az országos áramfogyasztási adatokra? Persze, természetesen, hisz a szállodák, éttermek, egyes kisebb vállalkozások, amik nem üzemelnek, azok nem fogyasztanak annyit, de azért mutatja, hogy nagy részt akkor ugye a úszodák, a vízforgat, tehát megvan az oka, hogy miért nem, de az is megvan, hogy ugye csak épp 1,1% esett vissza az előző évhez képest, tehát ez minimális visszaesés, hogy a ipar azért részben fogyasztott, illetve megint a betelepített új cégek, amik Magyarországra települtek, azok is üzembe lépve egyre több villamos energiát igényeltek, mert ha csak a Covid hatását nézzük, ennél jóval nagyobb mértékben is visszaesett volna a villamos energia igény, de ez is látni, hogy a gazdaság azért ahhoz képest talpra állt, illetve folyamatosan állt talpra, mert ugye ahhoz, hogy fejlődünk, nem fejlődünk, GDP mindig kontrollként hozzá szoktuk tenni az energia felhasználást, és ha van energiafelhasználás, van villamos energiafelhasználás, akkor biztosak a számok. Ez a villamos energia az az egy energiafajta, aminek mindig pillanatnyi egyensúlyba kell lenni a megtermeltnek, meg az elhasználtnak. Ez az alapja a rendszer megfelelő üzemeltetésének, enélkül üzemzavarok lépnének föl, tehát így, ha mi olcsón, hosszú távon akarunk villamos energiát a magyar rendszerbe biztosítani, annak egyedüli záloga, hogy a alaperőműbe időjárástól függetlenül biztonságosan állítjuk elő a villanyt, és ennek egyik legfőbb letéteményese a Paks atomerőmű. Január 3-a óta névleges teljesítményen működik már a Leningrád atomerőmű kettes kiépítés, kettes blokja. Egyre több a tapasztalat a Paksra választott technológiával kapcsolatban. Jelenleg hány VVR 1200-as egység működik Oroszországban? Azt tudjuk mondani, amiről nekünk saját személyes tapasztalatunk van, hogy ott megfordultunk, az 5 működő blokkal találkoztunk, 1200 megawattos blokkjával az oroszoknak. Nekünk a referencia blokkunk az a Szentpéter, Vári, az áll pillanatnyilag hozzánk legközebb, hogy a Novovoranyezsi az mindig prototípus blokk volt a 440-es blokkok szempontjából, a Paks 1-4 blokknak ott voltak betanulni a kollégánk, onnan hozták a ismereteket, utána az 1000-es blokk is, ami megépült, első blokk az is Novovoranyezsbe épült, tehát ezek a blokkok azóta is megbízhatóan dolgoznak. Decemberben Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom vezérigazgatójával, Orbán Viktor miniszterelnök úr jelenlétében áttekintették a Paks 2 projekt előrehaladását. Minden a terveknek megfelelően halad? 18-ban megegyeztünk, hogy mik a feltételek. 19. szeptemberében, októberében meg kellett kapnunk nekünk a műszaki dokumentumokat. Ez megtörtént, tehát akkor már az első mérföldkövet a 18. szeptemberébe kötött megállapodásnak tartottuk, és a második fontos mérföldkő az volt, hogy 26-30-at tudjuk beadni a létesítési engedélykérelmet, ami szintén megtörtént. És hogy ezt a hatóság birtokában van, a hatóság
ugye aznap pont tudtunk tartani egyéb okból egy tájékoztatást a környékbeli polgármestereknek, ahol be tudtuk mutatni, hogy megkaptuk a visszaigazolást is a hatóságtól, hogy tulajdonképpen befogadta, és ellenőrzés lefolytatására alkalmasnak tartja az átadott dokumentációt, azóta ez a munka zajlik. Már azt a 100 szakértőt is, nemzetközi szakértőt is igénybe vette, elkezdődött velük is a munka, akik bekapcsolódnak ennek a dokumentációnak a ellenőrzésébe, és bízunk benne, hogy ma szeptember végére, ahogy terveztük, megkapjuk, nem lesz olyan kérés a hatóságnak, ami halasztaná a határidőt, ugye neki 12 plusz 3 hónapja van arra, hogy az engedélykérelmet elbírálja. Decemberben megerősítette, hogy a tervei szerint Paksra költözik a Paks 2 beruházásért felelős minisztérium. Hosszú idő után ez lesz az egyetlen vidéki minisztérium. 2021-re ez a projekt mit tart, milyen feladatokat tartalmaz önöknek? Tehát elkezdődik az épület átalakítása már? Az épület átalakítása, kiürítése, vagy a kiüri megtörtént, az épület átalakítása, már föltárások egyéb, hol kell hozzányúlni egyéb. Ezek megtörténtek, és úgy gondoljuk, mert hogy április... Mert hogy költözik, mert azt elfelejtettek hát, el. Ahogy a ma poligon székháznak nevezni, előtte voltak itt más funkciók, ugye, amit én most nem vagyok paksi, de tudom, milyen funkciók voltak benne. Tehát ez egy reprezentatív az Erzsébet szállóhoz mellett van, hogy az is akarjuk, mert a kettő együtt tud akkor tárgyalásokat, egyéb kiszolgálni, ha bármilyen nemzetközi vagy orosz féllel. Ugye ez a mi elhelyezésünk vonatkozásában van, de elkezdődött Paks 2-nek is a magának a személyzet elhelyezésére alkalmas irodaházépítés, az ipari parkba elkezdődik majd szintén irodaházépítés, szállás lehetőségét, tehát úgy, mint valamikor, hogy műszaki szálló 1-es, 2-es, 3-as, ilyen színvonalú szállásokat is a lakásszállásokon, meg a konténerszállások között kell tartanunk, hogy akik mérnökök, üzembevezők, vagy egyéb csak speciális egy-két napra érkező munkavállalóknak is megfelelő szállást tudjunk biztosítani. Az is az erőmű szomszédságában, ott az ipari parknál lesz egy olyan műszaki szálló, ahol ezek a emberek azért meg tudnak étkezni, el tudnak egy italt fogyasztani, miután dolgoztak, tehát ha kell, nem kell, be se kell jönni a városba. Szóval az irodai és a szállás elhelyezés meg lesz. Ugye a 6-os út jobb oldalán, ha Szekszárd fele megyünk, vagy Pakstól az erőmbe, akkor ott egy 45 hektáros területet igényelt az orosz fél arra, hogy körülbelül 4000-4500 fő részére ideiglenes konténer szállás elhelyezést fogunk együtt biztosítani. Ott meg a 6-os fölött vagy egy gyalogos fölüljáró, vagy egy gyalogos aluljáróval fogjuk megoldani a bejutást az erőműbe, hisz pár száz méter lesz a munkaterület, amit meg kell tenni, tehát nem igényel közlekedést, és akkor ezek az első lépések a bal oldalon, ahol a volt autószalon van, ott is egy 300 fős, azt kezdjük el leghamarabb, rövid időn belül akarunk építeni egy 300 fő elhelyezésére alkalmas szállás lehetőséget, azon az oldalon akarunk egy olyan mobil orvosi rendelőt megépíteni, ami majd a ideérkezőknek a munkaegészségügyi vizsgálatát el tudja végezni. Most elkezdődött a kiviteli tervezése annak a integrált irányítási központnak, ami az ország belőször fog megvalósulni, és ennek helyszíne Paks, hogy ahol a közútnak van most a telephelye, meg a gépjárműbontó volt, tehát a konzervgyári barnamezős rehabilitáció keretében, ott egy 4 épület együttesből álló épület lesz, benne ügyészség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a kormányablak, tehát tulajdonképpen
Pakson, ami nem az önkormányzati feladat, hanem állami feladat, ellátást igénye, az ebbe a 4 épület együttesből álló integrált irányítási központba kerül. Vállalkozás fejlesztés terén fontos előrelépés volt, hogy 2020-ban elkészült a vállalkozói információs pont. Milyen egyéb módon tudják segíteni 21-től az érdeklődő vállalkozókat? Hát úgy, hogy bárki bemehet, bárkit el tudunk látni információt, regisztrál, akkor mi minden olyan aktuális versenyeztetés, kiírásról, amit akár az orosz fél, vagy külső területi munkákkal kapcsolatban Paksi Ipari Park, Kft. Végez, hisz hogy sok minden hozzátartozik, ami a városba zajlik. Így ezeknek a munkákkal kapcsolatos dolgokról mindenkit tudunk akár e-mailbe értesíteni. Tehát mindenkinek azt javaslom változatlanul, hogy ezt az információs pontot nyugodtan keressék meg. Közel 120 létesítményt kell megépíteni a felvonulási területen, ebből 80 épület, ott ugye lehet nyerni direktbe fővállalkozóként akár egy épület kialakításába verseny, de lehet számtalan alva, mert ott is kell fűtést szerelni, vizet, villanyt, szellőzőrendszert burkolni. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan aki regisztrált nyomon tudja követni, és lehet, hogy én mindig azt képviseltem, hogy azok tudnak hosszú távon majd a nagy építkezésben részt venni, akik integrálják magukat, hogy többen tudnak, de a résekbe be lehet férni, csak akkor megfelelő információval kell rendelkezni, hogy mik azok a rések, akár 10-15 emberrel is meg lehet mondjuk egy épület világítását szerelni, vagy annak a fűtését, magát az épületet, azt azért nagyobb erő bedobással, ahhoz kellenek adott esetben az alkalmi társulások, hogy közösen pályázzanak. Az infrastruktúra fejlesztés terén látványos, kézzelfogható dolog volt, hogy 2020-ban elindult a környékbeli utak felújítása, elkezdődött a közműrendszerek felújításának előkészítése tulajdonképpen. 2021-re milyen folytatást terveznek ezen a területen? Hát ugye az utak egy részét azt nem fejeztük be, nem is volt terve, hogy be tudjuk mindet. Györkönybe, Pusztahentsén befejeztük a településeken belüli utat egészen a kicsatlakó. Ugye Györkőny az tulajdonképpen annyiba, hogy két csatlakozás irányba, mert nagy dorogig, és teljesen megcsináltuk. Sárszentlőrinctől el tudtunk indulni, készen vagyunk. A nagy dorogi útnál a javítások, bizonyos szakasz, de ugyanez a Dunaszentgyörgyi, Tolnai, amit tulajdonképpen Szekszárdig fogunk felújítani, hogy van olyan szakasz, ami már hogy aszfaltborítás is van, de alapvetően az előkészületek, a kátyúzások történtek meg, ugyanez vonatkozik Maducsa-Bölcske Dunaföldvár irányába, ahogy az aszfaltkeverő üzemek indulnak, hogy ezeket a utakat folytatjuk, ez mind meg lesz az első fél évben, úgyhogy ez fontos. A vasút nál is ugye ügyködtünk, aki látta, az elég komoly munka volt még a vágányzár miatt, hogy ünnepnap is volt, hétvégén is volt munkavégzés. Itt az még folytatódik, hisz nem a teljes szakasz lett meg. Nekünk a dunaparti szakasz a városnak az egy nagyon jelentős előnyt jelentene, hisz akkor lehetne ott egy kerékpárút, egy sétányt csinálni, és ugyanúgy esetleg birtokba tudnánk venni, mint más városokba. Hogyha a Duna ott folyik a lábuk alatt, akkor közvetlenebb kapcsolatot tudjunk kialakítani, és ha ott ki van alakítva, akkor akár lehet ott világítás, de lehet akkor csónak tárolás is, hisz ha ott olyanok a körülmények, akkor nyugodtan otthatja bárki a nagyértékű hajóját is, hogyha megfelelően van a part megépítve, meg adott esetben bevilágítva, meg bekamerázva, hogy
senki ne tulajdonítsa el másnak, tehát sokkal élővé lehetne tenni ezt a szakaszt. A Dunapartot is szeretnénk a város szövetébe bevonni, és a rehabilitált konzervgyári területet, ha összekötjük a Dunaparttal, akkor egy közvetlen gyalogos átjárást, a gépkocsi forgalmat, az pedig a Molnár-ároknál, meg a ÖMV-kútnál meg tudnánk oldani, és itt is valószínű egy két lépcsős rakparttal tudnánk a part magasságát kialakítani. Tehát itt lehetőség volna, hogy az egyik rakparton akár gépkocsival, vagy egyébbel, és végig lehet majd menni. Korábban beszélgettünk arról, hogy a magyarországi egyetemekkel felvették a kapcsolatot. Sikerül őket például bevonni ebbe a munkába? Hát ugye a magyar egyetemekkel megvannak a szerződésünk, ott már a Paksi Akadémia van, ahol két fél évente van, ahol később indultak, már később. Ott is Dunaújvárossal is ott külön kötöttünk megállapodást, a anyagvizsgálat, hegesztés technológiát szeretnénk, hogyha magas szinten való, majd úgy szakemberekkel Dunaújvárost megerősíteni, hogy erre alkalmas legyen, és akkor az egyik bázisunk, de a Műszaki Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Veszprémi Egyetem, a Debreceni, a Pécsi, tehát ezekkel mind kapcsolatban vagyunk, a Miskolcit lehet, hogy kihagytam, tehát ezekkel minden van megállapodásunk, hogy az instruktorokat, magát, a erőműnek azokat az embereit, akik majd őket kiképezve, őket még Oroszországba kiképezve, utána ők végzik a saját személyzetünk kiképzését. Persze kezdetben a vizsgákba, ahogy a korábban is, még annak idén az orosz fél is, meg a hatóság is bekapcsolódik az első turnusba, azt együtt csináljuk, de addigra már nekünk a saját oktatási létesítményünk, szimulátorunknak készen kell lenni. Ugye én itt lehet, hogy most nem mondtam, de a új dátum, a végdátum, tehát a részdátumokat ugye mondtuk, hogy tervbeadás engedély, de akkor ma 29 a 5-ös blokknak a kereskedelmi üzeme, tehát az összes nyúzópróbán túl vagyunk, tehát mindent kipróbáltunk, amit ember ki tud találni, azt a blokkon leteszteltük, és 30-ban van a 6-os blokknak a indítása és kereskedelmi üzemre való alkalmas állapotba adása. Addigra nekünk ugye mindkét blokk személyzetének készen kell állni, hogy üzemeltetni tudjon, és az a jó, hogyha minél hamarabb megvan, hisz akkor lehet legjobban megtanulni a blokkot, amikor még építjük. Már elkezdődik az a folyamat is, amikor nem csak terveket véleményezünk, nem csak terveket bírálunk, hanem azt is kell foglalkozni, hogy amit már kaptunk épületet, annak az állagát folyamatosan fönn tudjuk tartani. Miniszter úr, sok a feladat, sok az információ. Várom Önt legközelebb is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a figyelmet mindenkinek, mivel új év van, boldog új évet kívánok, jó egészséget. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm, hogy velünk töltötték a mai estét. Viszontlátásra!